Tarpai Zsófia vagyok. Kárpátalján, Beregszászon élek. Hogy mit jelent kárpátaljai magyarnak lenni? Számomra valahol ez egy áldás. Az, hogy én innen származom, végigkíséri az egész életemet. Ugyanakkor egy hatalmas küzdelem is tud lenni. Hiszem azt, hogy mindennek oka van. Hogy Istennek terve van itt velem. De megtanultam, hogy kárpátaljai magyarként különösen hálásnak kell lennem azokért a dolgokért, melyek magyarságomat képezik. Például az, hogy magyarul beszélek, magyarul fejezem ki magam. A legtermészetesebb dolog. De az, hogy ennek megakadályozása érdekében vannak törekvések. Hogy valaki úgy érzi, joga és lelke van ehhez. Ez egy ösztönös haragot ébreszt bennem. Mert magyar vagyok. És nem számít hol, hogyan vagy mikor mondom ezt. Amíg így érzek, így akarok érezni. És szerte a világon így éreznek. Addig ez így van. Számomra ez a nemzeti összetartozás. Kissé már természetessé forta ki magát, mert az emberek, ahogy például én is, beleszületünk ebbe. A mostani járványhelyzet azonban rávilágít arra, hogy bárhogy is, de elcsatolt rész vagyunk. Nincs semmi, ami jobban éreztetné azt. Azt az elszakítottságot, amit 1920. június 4-e hozott magával. Mint hogy a határátkelők most le vannak zárva, és nem lehet átmenni. A Trianon olyasmit ültetett el az emberek lelkébe, ami megmagyarázhatatlan. De van. Összeköti és kötelezi a magyarságot. És milyen jó, hogy itt vagyunk a Kárpát-medencében. Milyen jó, hogy 100 év után sem felejtünk. Milyen jó, hogy itt vagyunk. És magyarként élünk. Kányádi Sándor szavaival élve. Én nem határon túli magyar vagyok, hanem határtalanul magyar.